Na hellóztok, sziasztok! Itt volnák a buli következő részével. Kezdésképpen azt mondom, hogy vásároljunk magunkra új ruhát, mert már unom ezt a kék mellényt, ami az alapruhánk. Nézzünk valami ruhát így gyorsba. Á, nem tetszik. Piros. Nem rossz. Bár legyünk pirosba. Legyünk hagyományőrzőek. Ez a csatornának a színe, a piros szín. Ötözködjünk a csatornához. Élően. Iskola, alsónadrág. Olcsó öltöncipő. Nem kell, kösz. Tornacipő. Nem. Hát de már cipő is legyen, akkor már inkább megveszem. Zöld színű üti a pirosat szerintem, de... mindegy, legyen. Hát tudunk ilyent is venni. Jó, veszek ilyent is. Kösz szépen. De várjál már! Hol van a többi cucc? Meg se vettem azokat a cuccokat, amiket kiválasztottam. Ja, várjunk már ezeket. Ja, értem már, mi a baj. Ja, mert egyesével meg kell őket venni, váratok már. Aha, és akkor így buy outfit, és itt van, így meg lehet venni összesen mindegyik tételt. Na, 13 dollárt le is vont. Na, és most rajtam vannak a ruhák. Na, zsír. Az Isten, verjen meg! Most, na most adok én neked, ezt ütöm a levegőt. Most adok én neked! Na most ki a kemény? Kemény vagy? Hagyjál már békén. Na. Én csak védem magamat. Hagyjatok békén. Ne, zaklassatok. Ne zaklass, ne ívogass. Engemet hagyjál békén. Na, küldetés, a little help. A little help. Go on, Petey. Go cry to the teacher. Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary. You're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cutting. I'm really upset. Actually, I think I'm gonna go cry. Then I'd be just like you. Cry, little girl. Oh, look out. Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Nem tetszik az óruhám. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. Boring? I'm boring. Unalmas vagy. You're too interesting yourself, friend. Na, hoppá. Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Come on. You come, na, little Pete? Szép itt közök itt a videóba. Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. Már mindegy, hát úgy se tudom normálisan felállítani a hajamat. Úgyis izé... elfekszem, meg mit tudom, ott úgyis lelapul mindig. De jó egyébként a frizurám. Most nagyon... ha most nagyon ilyen frizurabuzi lettem egyébként, fiúk. Jó, ebben a küldetésben lényegében... hát egy halléktalanat fogunk zaklatni. Egy csövesbát. Egy csövesbásit fogunk zaklatni. Elég érdekes az időjárás. Ak! Az Isten, verjen meg most már! Na mi van? Kemény vagy? Gyere! Mi van? Egyél szemetet! Azt a kurva, mi van itt? Tömegverekedés! Na menjünk innen! De én rossz felé jöttem. Nézzétek már, mi van itt! Jó, ezt screenshotolom! Te jó ég, ezek... hogy tömegverekedést csináltunk? Gyerünk gyorsan be, mielőtt még megöl... és szerintem Petey-t már ki is ütötték.
Gyúan, alig volt életereje, láttátok ezt? Jó Isten! Where is this dirty old perv? You know, you're not very nice, Gary. And you're a loser, Petey. One of life's unfortunates. Get out of here, you little scum! So I guess the rumors are true, Jimmy. Your dad does live on campus. You jerk! Ow! Let's leave this guy to his welfare payments. Come on, let's get out of here. No. Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. What's your problem? That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Well, what about drugs? No. Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy, kill me. Na, jó van. Nyírjál ki. Nyírjál ki akkor. Kid, I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified moves. Real special army stuff. Cool. Just get me a part for my radio, and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. Így van. Így van, megtanítja nekünk. Megtanítja nekünk, hogy kell lelőni azt, aki a mi oldalunkon van. Na ez jó volt. Hát ez kemény volt az előbb. Milyen tömegbunyó volt. Ó. Oh. Szia. Gyere már. Jó alpinád. Akarom mondani a segged. De ez most olyan vagyok, mint hogy a Nuniába csíptem volna bele. Na. Lényegében... szereztünk most egy rádiótranzisztort, ami egy rádió alkatrész. És... ez lényegében kell a hajléktalan csövesbánnak a rádiójához, nem tudom, valami szerkezetet épít, és kell hozzá a rádiótranzisztor. És viszont cserébe, hogyha hozunk neki ilyen tranzisztorokat, még összesen 5 darabot kell neki hozni, mert láttátok, 6-ból már egyet felszedtem. És lényegében cserébe harci mozdulatokat fog majd nekünk tanítani. Szóval tudunk majd új harcstílusba verekedni. Hát körülbelül mint a Gate of San Andreasban az edzőterem, a konditerem. Na gyerünk! Na mi van? Hogy tetszik? Na! Na mi a, hogy tetszik? Ezt úgy bírom, úgy imádom püfölni. Ez meg csak ott bámul, ez meg csak bámult. Na mi van? Na mi? De hogy tetszik? Jó, hozzunk neki egy rádiótranzisztort majd. Hát ez... mit csinálok szegény halléktalannal? Szétpüfölöm, hát küldtem a maradék fogát is. Ó, igazán szép vagy kisasszony. Hagy fogjam meg a popódat. Nézzétek, és most berezonált. Ó, igen. Na jó, itt a csokoládé, tessék. Randizzunk vele. Come on, baby.
Na, csókolózunk, gyere! Ez az! He, kapjuk el! Jövök, tanár úr, segítek magának! Gyere vissza! Gyere vissza! Az az! Ja, bocs! Jaj! Tanár úr, nem magát akartam, bocsánat! Aj, ez nem a tanár úrat akartam megütni, ez véletlenül behúztam neki, vagy egyet-kettőt. Vagy hármat, négyet, ötöt? Nem tudom. Hagyjál békén! De itt volt egy küldetés, nem tudom elkezdeni. Ha? Azt a kurva! Jó, tanár úr, nem keresek büntetést, nem büntetés után nézek. Hagyjad békén a kis barátomat. Ez a gyere! Ügyes vagy, idióta! Szavasz! Jól van, akkor... Most, nem mentünk. Lefekszünk aludni, mert nem tudjuk elkezdeni a következő küldetést. Mert az nappali küldetés, éjszaka nem lehet elindítani. De lesznek majd éjszakai küldetések is. That bitch, igen, ezt akartam elindítani, csak közben besötétedett, és hát nem tudtuk elindítani. Ajaj! Egyé! Hello, nővér! Ott volt egy nővér is egyébként. Or what? Or, well, just give it back! Are you threatening me, Metal Mouth? No, I just give it back! You can't just steal things from me! Unfortunately for you, my pig ugly friend. Ajaj, ezt nem szép így egy lányra mondani. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Ciao, Spotty. Ajaj. And you should stay out of the girls' dorm, you little perv. I see you undressing me with your eyes, sicko. You wish. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world depends on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll kiss you. Maga, amiket huszilni. That's okay. Okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Relax. One set of lab notes coming up. Hey, Gary. I need to get something from Mandy's locker. I'm not surprised. You know, you should put a stink bug in it. It'd be funny. Get one from Fatty. He knows everything about stinking. Adjunk egy almát. Naponta egy alma, és a rákot távol tartja. Hé, hey, ezek mit csinálnak? Mi bajotok van nektek? Ajaj! Tanár úr, segítsen már! Helyes. Most legalább egyszer a tanára az én oldalamon áll. Na, szerezdünk el Fettitől büdös bombát. Most lényegében Beatrix-tól elvették a kutatási eredményeit, vagy mi az istent? Ilyen labor kutatási eredmények, vagy mi az isten? Ő ilyen stréber. Ilyen labor kutatásokat elvettek tőle, ilyen papírokat, amiken ezek a labor kutatások vannak. Lényegében a rákra próbál ellenszert találni. És azt mondta, hogy ezek a kutatások sorsdöntőek lehetnek a rák ellenszerének a megtalálásában.
és vissza kellett szerezni, de Mandy, ez a boszorkány, elvette a kutatási eredményeket. Úgyhogy ezt kell visszaszereznünk. Hello! És még a szemüvege is leesett. Na, köszi a sticky bombot. Na most már van sticky bombunk. Ó, biológia óra. Basszus, tényleg az órákat is fel kéne venni videóra. Eddig csak az angol órát tudtam felvenni. Az angol órát vettem fel eddig, összvisz. Mi a baj? Hova futsz? Én csak most jön a buli. Jaj, közben jön egy tanár, bújjunk el a kukába. Ez szólt a tanárnak. Én meg közben meg óra van. A tanárok észrevesznek, elkezdenek minket üldözni. Hú, de kemény vagy. Fú, de kemény vagy. Mindjárt kiszáll a kukába, azt megvellek. Jó, elmegy. Ez ilyen szkriptelt egyébként, hogy ez a tanár mindig ide jön. Jól van, elmegy. Oké. Eltörjük a szekrényt. Hol van? Kinyissa. Ott van, bűzbomba. Így jár az, aki lop a másik embertől. Na, hogy tetszik? Így jár az, aki lop a másik embertől. Úgy né, segbe, ja? Semmi izé perverzió. Na, törjük fel a többi szekrényt is. Lopjuk el a lányoknak a bugyjait. Na. Aj, már jön a tanár, gyorsan. És bejön megint szerintem, és bejön. Szétnéz. Hát de nem veszed észre, hogy a lány meg ott hány a WC-be? Nem mész oda megkérdezni tőle, hogy minden oké? Jó, látom, hogy csak a fizetésedet veszed föl, de a dolgodat nem teszed. Te. Sötét a gyútonár. Várjál, kimegyek, elkaplak. Kemény vagy? Látom, hogy nem. Ja! Hagyjál békén! Na! Ne! Aja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 j
Hát jobb, ha tolerálod, mert én nem járok be órára. Én csak azért vagyok itt, hogy lakhatás legyen biztosítva, meg kaját adjanak a pofámba. Jó, tűzijáték. Zsír. Na, viszont... már ennyi fért bele. Legközelebb innen fogjuk folytatni. Na, hova mentsek? Welcome to Bulwark, ide inkább. Na, és... következő részben innen fogjuk majd folytatni.